Több százan vettek végső búcsút Fekete Lászlótól, az újpesti Dózsa ezüstcipős futballistájától a megyeri temetőben. Tisztelegtek a fantasztikus labdarúgó előtt a játszótársak, az ellenfelek, a barátok és a szurkolók egyaránt. A Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint az egykori csapattársak nevében az olimpiai bajnok Dunay Antal elcsukló hangon búcsúztatta a március 4-én életének 60. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt játékost. Wintermantel Zsolt polgármester Újpest nevében köszönte meg Fekete Lászlónak azt, amit a közösségért és a városért tett. Az UTE baráti kör nevében Borse Gábor elnök búcsúzott a gólvágótól. Fekete László 16 évesen lett a Lilafehérek futballistája. 1973-ban mutatkozott be az élvonalban a szélvédjós csatár, aki az 1978-79 idejében 31 találattal lett hazai gólkirály. Teljesítményével Európában a második legjobb góllövő volt, amiért ezüstcipővel jutalmazták. Fekete 230 bajnoki mérkőzést játszott Újpesten és 136 gólt szerzett. A magyar válogatottban 21 alkalommal szerepelt. Fekete Lászlót egykori csapattársa Bene Ferenc síremlékétől alig néhány méterre helyezték örök nyugalomra.